A hófehér mészkőből rakott 700 éves falak még ma is szívósan kapaszkodnak az ég felé. Óhatatlanul kivívják a 377 méter magas hegygerincre felkapaszkodók elismerését, hogy meg annyi ostromot, robbantást, emberi és természeti csapásokat túlélve Vitányvára még romjaiban is hirdeti a hajdan volt idők dicsőségét. Noha a meredek kaptatójú Várhegyen áthalad az országos kék túravonala, a vár mégis a vértes legnehezebben megközelíthető erősségeinek egyike. Így csak a legelszántabb kirándulóknak adatik meg, hogy innen élvezhessék az éjszakra a Duna völgyében nyíló panorámát. Benne a vár falai között, de a levegőből rátekintve is, a laikusnak olyan érzése támad, mintha egy karcsú, gótikus lovagvár maradványait látná. Íme egy rekonstrukciós grafika, hogyan nézhetett ki valaha Vitányvára, talán éppen az 1300-as években, amikor elsőként említik az oklevelek. Az építtető és az építés pontos ideje nem ismert, meg lehet a vértest birtokló Csák nemzetség egyik tagja emeltette a tatárjárás után. Később királyok és nagyurak kezén forgott, míg nem a törökökkel vívott háborúban többször gazdát cserélve, 1597-ben Pálffy Miklós a Győr és Tata kapuját patarával, azaz petárdával berobbantó hős hadai fel nem szabadították és a levegőbe nem röpítették falait, hogy a török többé ne fészkelhesse be magát ide. Csoda, hogy az eltelt 400 évben ennyire megmaradhatott a vár. Ám az utóbbi évtizedekben, mintha rohamosan pusztulásnak indult volna. Szél, eső, jég marta, s a tavalyi földrengés sem kímélte. Legutóbb pontosan 20 éve járt itt az oroszlányi TV kamerája, s a felvételek tanúsága szerint akkor még állt a vár északi tornyának keleti fala, tetején a védő oromzat maradványaival. Ugyanez a fal ma így néz ki. Az 1990-es évek végén egyszerűen leomlott. Nemrégiben várszerető civilek kongatták meg a vészharangot Vitányért. Októberben egyesületet hoztak létre a megmentésére, s mindez az interneten szerveződve indult el. Figyelem! Csíz! Jó! Innen jött az ötlet, hogy nyissunk egy csoportot a Facebook nevű közösségi portálon. Ez született Megmentsük meg Vitányvárát néven. Olyan sikere lett ennek a kezdeményezésnek, hogy az ország minden részéből, pillanatnyilag 16 megyéből csatlakoztak ehhez a csoporthoz. A mai napon 67 főnél tart ennek a csoportnak a létszáma. Dóczi Zsóka szerint az első és legfontosabb feladat az életveszély megelőzése, elhárítása. Fontos lenne az, hogy itt legyenek padok, kijelölt tűzrakóhelyek, legyenek olyan táblák, amelyek arra fölhívják a figyelmet, hogy hol mennyire veszélyes a vár, illetve megelőzni azt, hogy még veszélyesebbé váljon, mint amilyen jelen állapotában. A várbarátok között szakemberek, műemlékvédelmisek, régészek is vannak. Az első vármentő hétvégét alapos fotózással, dokumentálással kezdték. Hát alapvetően építéstörténeti állagvédelmi információk, tehát milyen állagvédelmi beavatkozások és hol szükségesek. Ezeket lehet első körben kinyerni, tehát gerendafészkeket keresünk, nyilásokat, töredékeket, periódus határokat. Ezek nagyon jól látszanak a falazatokban, hogy hol vált el egymástól a különböző építési periódusnak a két épület része. Az emeleteket elválasztó fafödémek gerendáinak tartónyilásai, boltozatok és gótikusnak tűnő ablakkeretek ma is jól megfigyelhetők. Jól lehet, a régész arra figyelmeztet, hogy a stílusbesorolással óvatosan bánjunk. Gótikus részlet egyelőre nem ismert a várból, ami egyértelműen stílusjegyet mutatna. Az ablak kereteknek csak a helye látszik a falban, illetve látszanak az ablakfülkék, részben ülőfülkés ablakok voltak. A nagy vastagságú falban padokat alakítottak ki a fülke két oldalán, ez látszik a déli toronynak az ablakaiban. Érdekesség, hogy a két tornyú vár helyenként 2,5 méter vastag falait nem csak 200 millió éves tengeri mészkőtömbökből rakták, hanem annál sokkal fiatalabb, úgynevezett édesvízi mészkőből is. Helyenként látszanak a bekérgezett növények, ágak a falban. A szilvásváradi fátyol vízes és lépcsői is ilyen anyagból állnak. A déli toronynak a boltozata teljes egészében ebből a forrásvízi, édesvízi mészkőből van, ami egy könnyebb, lyukacsosabb anyag, valószínűleg azért használták a boltozathoz.
Ami a laikus számára csak kőrakás, az a hozzáértők szemében egy nyitott, bár kétségtelenül nehezen olvasható könyv. A viszonylag kis alapterületű belső várat falszoros vette körül, amelynek szintén jelentős falszakaszai állnak. Ebben láthatók az egykori védőfolyosó gyilokjárónak a maradványai, ami egy, látszik, hogy egy falazott mellvéddel rendelkezett, a magasabb részei lepusztultak. A romok között volna mit keresnie a régészeknek, amihez persze sok-sok pénz kellene. Sajnos itt még részleges feltárás sem történt, ellenben a kincsrabló fémkeresős fosztogatók már több helyen kutattak. Így találták meg itt Vitány várában 5 évvel ezelőtt ezt a vélhetően ezüst anyagú gyűrűt, benne egy madár ábrázolással. Ez a fotó az interneten a fémkeresősök által létrehozott virtuális múzeumban tekinthető meg. Az ennek a veszélye, hogy a tárgyakat kimozdítják az eredeti kontextusukból. A másik veszélye pedig az, hogy nem válik ismerté, nem válik közkincsé az a tárgy, ami így kerül elő. S ha már ez a szép gyűrű nem lehet közkincs, hát közkincsé teszünk most néhány legendát, az oroszlányi ifjú Friedrich Tibor segítségével, aki várrajongó, és szinte minden szabadidejében az ország várait járja. A Vértesi Vármentő Egyesület létrehozásában komoly szerepet vállalt. 30 négyzetkilométeres körzetben akármilyen csoda, 8 vár van, legalább 4 középkori monostor, rengeteg római kori és avarkori lelőhely. Tehát a Vértes az tele van történelmi lelőhelyekkel, misztikumokkal, amit érdemes meglátogatni, felfedezni. Jöjjön hát befejezésül egy rejtély és egy legenda. Tibor elvezetett bennünket ehhez a kútszerű, falazott üreghez, ami pár száz méterrel Vitány vára alatt nyílik. Csak találgatni lehet, hogy mészégető kemence volt-e, netán kút, vagy egy alagút bejárata. Nos, még ha kevéssé valószínű is, maradjunk az utóbbinál, legalábbis egy szerelmes mese kedvéért, melyben az alagút fontos szerepet játszik. Mátyás korában Újlaki volt a Gerencsérvárnak a birtokosa, volt egy lánya, aki a vitányi várkapitányba, Hédervári-ba lett szerelmes. A büszke és kemény szívű Újlaki Miklós egy német grófhoz akarta kényszeríteni szépséges leányát, Klárát. De Klára titokban már jegyese volt a vitányi Hédervári Imrének, s az ifjú lovag egy éjszaka meg is szöktette szerelmesét és Vitány várába vitte. Több se kellett a büszke apának, neki rontott katonákkal, ágyúkkal a meredek csúcson álló Vitány várnak. De hiába lőtte, ostromolta, nem tudta bevenni. Ám egy álnok várbeli elárulta a titkos alagutat, s azon keresztül bevezette Újlakit a várba. A folyosó egyenesen Hédervári dolgozószobájába nyílt. A meglepett várurat Újlaki leütötte, majd eszméletlen lányát magával hurcolta. Otthon Gerencséren szörnyű büntetés várt Klárára. Atya elevenen befalasztatta a vár egyik pincéjébe. Ott is pusztult volna, ha az öreg szolgáló ki nem bont egy nyílást, s azon keresztül nem látja el élelemmel. A vitányi Hédervári közben felgyógyult, és Újlaki erőszakossága miatt panaszra ment egyenesen Mátyás királyhoz. Nyitni! Itt a király! Egy szép napon kürtös vitéz jelent meg Gerencsérvár felvonó hídja előtt, s jelezte, hogy a király érkezik. De közben Újlaki megtört esztelentettének súlya alatt. Már nem gőgös szívű főúr, hanem szerencsétlen apa volt. Amikor kiderült, hogy leánya él, boldog örömmel ölelte keblére, s nőül adta a szomszéd Vitányvár urához, a leányrabló Hédervárihoz. A szerelmesek kitartása az elnyerte, úgy mondjam, jutalmát. Reméljük, hogy ez így is volt. Az, hogy ez mi lehetett és kapcsolódik-e a legendához, ez továbbra is kérdés. Reméljük egyszer majd megválaszolásra talál. Mondjuk azt, hogy kapcsolódik, és akkor jó sokan jönnek majd ide látogatók. Jöjjenek látogatók, mert túrázni az egészséges, történelem az mindig izgalmas. Jöjjenek!